amint beálltál, egy kicsit megélénkült a játék, ugyanakkor a Kisvárda nem tudta feltörni ezt a kecskeméti falat, nagyon jól védekezett az ellenfél. Az egész mérkőzésen inkább a görcsös akarás jellemezte a csapatot, mintsem a hatékonyság. Mi történik mostanában a Kisvárdával, hogy látod? Igen, a Kecskemét elég szervezetten játszott, jól védekeztek. Igazából ez volt a baj, hogy megszerezték ugye a vezetést, mert így könnyebben vissza tudtak állni. Nekünk nem ment az áttörés, egyszerűen csak járatni tudtuk a labdát körbe-körbe. Sajnos ez volt szerdán is egyébként. Számítottunk rá, hogy ugye a Kecskemét is így játszik, mert már szerdán beszéltük, hogy hasonló focit játszanak, mint a Budafok, hogy visszaállnak ezzel az ötvédős rendszerrel, és ezt valahogy fel kell törni, viszont az, hogy szerintem lassan játszottunk, nem tudtuk feltörni, nem voltak meg azok a passzok mélységből, amivel át tudtunk volna jutni rajtuk, és helyzeteket kialakítani, úgyhogy nem volt nagy. Az a baj, hogy a végén kicsit talán benne volt a gól, hogy ott meg lehet, de elfogyott az idő, úgyhogy hát sajnos ez most nem jött ki jól. Hogyan lehet megtalálni az okait annak, hogy ma azt mondhatják a szurkolók, hogy valami nem stimmel a csapattal? Nehéz erre most mit válaszolni, nyilván elemezni fogjuk az összes mérkőzéseket, hogy mit csinálunk rosszul, mit csinálunk máshogy, mint talán a szezon elején, mert azért akkor folyékonyabban ment a labda, jobban ment a játék, úgy érzem a csapatnak. Most valahogy kicsit így, ahogy te is mondtad, görcsösebb a játék. Ott van az akarás, úgy érzem, hogy a csapat nagyon menne előre, viszont ez egy kicsit már talán átalakult, és nem az a higgadtságban és kifinomult játék, mint ami a szezon elején jellemezte a csapatot.